9. alkalommal ismét Komáromban a Monostori erődben zárta az évadot a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Az idei nemzetközi kutyakiállításokon az eddiginél még több résztvevőt regisztráltak. Korózs András, a szövetség elnöke az elmúlt hétvégi nagyszabású programjukat illetően rekordszámokról beszélhetett. Több mint 6000 kutya ezen a hétvégén. Majdnem 7000, tudnilik szokásosan, mivel nagyon sok a külföldi résztvevő, pár fajta gondozó klubunk is itt rendezi az év speciál kiállítását, ezek a tegnapi napon voltak, és ezzel együtt, tehát a három nemzetközi speciál kiállítások, a majdnem 7000 kutya fordult meg itt a hétvégén. 21 ország a hazai, a jelenlegi statisztika, ez is kiemelkedő. Normál budapesti nemzetközi rendezvényeinken 13-15 ország, itt 21 ország kiállítója vesz részt, és természetesen céltudatosan figyelünk a bíróhívásra. Nagyon sok fajta specialista a világ minden részéről, 17 országból vannak a bíróink, közel 40 küllembíró. Úgyhogy sikertörténet egyértelműen, nagyon-nagyon örülünk mi is ezeknek a dolgoknak. Az időjárás is valamennyire kitartott, esőnk nem igazán volt, úgyhogy mindenki úgy néz ki, hogy boldog, és nekem egy óriási visszajelzés kinológiától függetlenül az, hogy amikor reggel elmegyünk a szállodából, bizony a tulajdonosok, a recepciósok mondják, hogy úgy mennek el a kutyások, hogy automatikusan a jövő évi szállásukat lefoglalták. Ennél többet úgy gondolom, hogy nem kell a rendezvény sikeréről mondani. A szövetség most is kiemelt figyelmet fordított a magyar kutyafajtákra. A 9 nemzeti fajta sorsát szívén viseli a szervezet. Ez a kutya kiállítás program összeállításában is látható. Nem egyszerű a létszám föntartása. Nagyon sok nemzeti fajtánk nem népszerű, nem divatfajta, ami egyébként nem is nagy baj, hogy nem divatfajta. Meg kell a megfelelő gazdakört, a megfelelő tulajdonoskört találni a számukra. Úgy gondolom, hogy az elmúlt egy-két évben ez sikeres tevékenységnek minősíthető szintén. A rendezvényeken, ami nem csak küllemkiállítást jelent, hanem különböző sportversenyek, terelőversenyek, vadászkutyaversenyek, stb. Jelentős létszámbeli emelkedés tapasztalható. Illetve amit még jobban szeretnék kiemelni, egyre több fajtánk válik úgynevezett világfajtává. Tehát nem csak Magyarországon honos, nem csak Magyarországon tenyésztik, hanem a világ több tájékán is. Mindkét magyar vizslánk erre az útra lépett, a rövidszőrű is és a drótszőrű is, óriási dolog. Múlt hétvégi varsói Európa kiállításon 120 darab rövidszőrű magyar vizsla volt, még itthon is nehezen tudunk ilyet produkálni. Illetve kollégám Jakel Tamás az elmúlt hetekben Angliában bírált drótszőrű magyar vizsla speciál kiállításon 90 darab drótszőrű magyar vizslát Angliában. Tehát ez a két fajta is meghódította a világot. Ez a hétvége is tartogatott sikertörténetet, hiszen az 5 pásztor kutyafajtából közel 100 egyedet vonultattak fel a tenyésztők. Dr. Kovács András nevéhez fűződik a kuvasz megmentése a II. Világháború után. Fia bírált a kutyakiállítás egy ringjében, mely ugyancsak csalogató volt a magyar fajtát tenyésztők számára. A MEOE szövetség olyan nemzetközi lépéseket is tesz, amelyre a világ is felfigyelt. Több mint 90 tagországot foglal a világszövetség magába, minden kontinensen természetesen, és a világ rendezvényekre általában 10-15 évet kell várni, hogy egy-egy országra rájusson. Én magam is nehezen merem kimondani, Magyarország egy 12 éves intervallumban 3 világrendezvényt nyert. 2008-ban Európa kiállításoztunk, 2013-ban világkiállítást rendeztünk, és egy bátortalan próbálkozásként, ami a végén óriási sikertörténet lett, a tavalyi évben Kijevben elnyertük ismételten 2021 évre az Európa Kutya Kiállítás rendezési jogát, méghozzá 80%-os szavazatarányjal. A mögöttünk végzett Dánia, aki egy elismert kinológiai nagyhatalom, 38-8-as arányban Magyarország nyert, úgyhogy nagyon-nagyon örültünk ennek az eredménynek, fel van téve a mérce. Harmadik rendezvényként
nagyon nehéz egymás után újabb attrakciókat, újabb közönségcsalogató, szakmacsalogató rendezvényeket Budapestre hozni. Bízunk benne, hogy segítségünkre lesz az, hogy 2021-ben ez az Európa Kutya Kiállítás az 50 éves jubileumát ünneplő vadászati világkiállítás rendezvény sorozataiba lett beépítve. A szövetség minden helyszínen igyekszik segíteni az állatmenhelyek munkáját. Így tették ezt Komáromban is, ahol a Rex Állatvédő Egyesülettel közösen szervezték a hobbi kutya kiállítást. Ez komoly lehetőséget jelentett a komáromi állatbarát szervezet számára. Nagyon szépen köszönjük ezúton is Kóros András úrnak, meg Tivoly Norbinak, hogy részt vehetünk ezen a rendezvényen, mint meghívottak. A nemzetközi mi volt, az bennünket annyira nem érdekel valójában, mert abban a szempontból jó, hogy nagyon sok mindent látunk itt, sok ember megfordul a kiállításon. Mi valójában a hobbi és a keverékkutya kiállítást bonyolítjuk le, és ennek a bevétele, pontosabban a nevezési díjak, az az egyesület bevétele, ezt a MEOE ajánlotta föl részünkre. Egyébként nyilván ilyenkor rengeteg látogató megfordul az erődben. Van-e sikertörténet az örökbefogadást illetően? Hát azzal a szándékkal hoztunk most ki kutyákat, hogy hát ha valamelyik megtetszik. Konkrét örökbefogadás itt most még nem történt, nem volt ilyen érdeklődés, de ugye előbb-utóbb ez lehet, hogy majd azzá válik, majd itt most bemutatjuk a kutyáinkat, néhányat, akik alkalmasak arra, hogy föl tudjuk őket vezetni egy ilyen ringben. A Biskörben Puskás Peti népszerű énekes bírálta a hobbi kutya kategória nevezőit. A hobbi és keverék családi kedvencek esetében a kutyák egészségi és általános fizikai állapotáról kaphattak képet a gazdák. A kedvcsináló kategória azoknak is kedvezett, akik még csak mérlegerik a kutyatartást, de még nem döntöttek a fajtát illetően. Korózs András szövetségi elnök napjaink kutyavásárlási szokásait a tejtermékpiac tapasztalataihoz hasonlította. Ha 2 forinttal olcsóbb a külföldi, bizonytalan származású, EU-ból származású tej, hát bizony hosszú évek munkája, propaganda munkája kellett ahhoz, hogy a hazai termékhez nyúljon a kedves fogyasztó. Kutyában ugyanez a helyzet, próbáljuk megtölteni tartalommal a pedigrés kutya fogalmát. A pedigrés kutya nem biztos, hogy csak a származása miatt kell, hogy családkedvencévé váljon, hanem a mai felfogás szerint és a mai gyakorlat szerint olyan egészségügyi szűrések, olyan hosszú élet reményében való vásárlás kell, hogy a pedigrés kutya felé terelődjön a figyelem, ami most már gyakorlat. Nagyon-nagyon sok fajtánknál azok a fajta specifikus betegségek a törzskönyvezett kutyáknál 99% ki vannak szűrve, ami egy nem pedigrés, idézőjelbe teszem, és nem szeretem egyébként a szaporító szót használni, de a gyakorlat sajnos ez, hogy bizony a szaporítónál még mindig az a cél, minél gyorsabban, minél fiatalabb korban, minél kevesebb belefektetett költséggel szabaduljon az egyébként fajta tiszta kutyájától. Ezzel szemben állítjuk a törzskönyvezett és tenyésztés ellenőrzött tenyészetekből származó kutyavásárlást, ami igen, természetesen mélyebben zsebben nyúlós, de én mindig azt szoktam mondani, hogy inkább a tenyésztőnek adjuk, mint óriási problémával utána az állatorvos zsebébe. A nemzetközi kutyakiállítás eseménye szép évforduló előtt áll. Jövőre a 10-en sorakozhatnak fel a nemzetek legszebb egyedei.